Üdvözlöm Önöket a Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatóján. Ha valaki választ akar kapni arra a kérdésre, hogy van-e kapcsolat Orbán Viktor és a végrehajtó maffia között, elég csak megnézni a Felcsúti Foci Akadémia ügyét. Amikor évekkel ezelőtt kipereltük azokat a számlákat, amelyek a Felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány TAO költéseit igazolják, az alapítvány jogerős bírósági döntés ellenére sem adta át mindet a DK-nak. Nem sokkal azután, hogy végrehajtásig jutott az ügy, egyszer csak minden előjel nélkül változott a végrehajtó személye, és a fideszes végrehajtó maffia feje, Sarl György lett a végrehajtó az ügyben. Ez a kapcsolat Orbán Viktor és Sarl György között. És így történhetett meg, hogy a mai napig nem vették el Sarl végrehajtói engedélyét. A Demokratikus Koalíció szerint a DK Felcsúti TAO perének utóélete is bizonyítja, hogy Sarl György szolgálataira maga Orbán Viktor is számíthatott. Sarl György feladata az lett volna, hogy végrehajtsa a jogerős bírósági ítéletet és lefoglalja a Felcsúti Foci Akadémia kiperelt számláit. Ez azonban soha nem történt meg. Sarl György azóta börtönben van, a megbízói azonban továbbra is ott ülnek az ország vezetésében, és addig semmiért sem fognak felelősséget vállalni, amíg nem bukik el maga az Orbán rendszer. Arra, hogy végre ne következmények nélküli ország legyünk, és a miniszterelnökre és a környezetére is vonatkozzanak a törvények, az árnyék kormány a magyarok egyetlen reménye. Azt nyilván senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy, a miniszterelnök ilyen közel álló ügynek, a Felcsúti Foci Akadémia TAO költéseinek találomra lesz végrehajtója. Alig ha véletlen, hogy ebben a kényes ügyben is maga Sarl György tűnt fel. Ez az ügy a bizonyíték arra, hogy Sarl György szolgálataira maga a miniszterelnök is számíthatott. Ezt a gyanút csak megerősíti, hogy előzetes letartóztatás ide, vádemelés oda, a mai napig Sarl György a Felcsúti TAO per végrehajtója. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor még nem tudja, kipótolhatná az eddig jól bevált Sarl Györgyöt a Felcsúti TAO számlák eltitkolásában. Ezért a börtön rácsokon is túlnyúlik a végrehajtói maffia fejének megbízatása. A Demokratikus Koalíció szerint a DK Felcsúti TAO perének utóélete is bizonyítja, hogy Sarl György szolgálataira maga Orbán Viktor is számíthatott. Sarl György azóta börtönben van, a kiperelt számlák pedig azóta is a Felcsútnál, ahogy Sarl megbízói is ott ülnek az ország vezetésében. Ők addig nem fognak felelősséget vállalni semmiért sem, amíg a végrehajtó maffia után nem bukik el maga az Orbán rendszer is. Arra, hogy végre ne következmények nélküli ország legyünk, és a miniszterelnökre és környezetére is vonatkozzanak a törvények, az árnyék kormány a magyarok egyetlen reménye. Köszönöm szépen a figyelmet!